Biciklije eltűnéséről tett bejelentést a rendőrségen egy zagyvarékasi lakos. Elmondta, hogy járművét még előző nap lezárta az egyik helyi közintézmény előtt, és másnap hűlt helyét találta. A rendőrök a begyújtott információk alapján rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, és megkezdték felkutatását. A kerékpárt időközben megtalálták, és a bejelentéstől számított egy óra elteltével már vissza is adták a sértetnek. Majd előállították a szolnoki rendőrkapitányságra a zagyva rékasi fiatalembert, aki megalapozottan gyanúsítható a bűncselekmény elkövetésével. A rendőrök megállapították, hogy a 20 éves férfi terhére róható egy korábban elkövetett lopás is. Az egyik zagyvarékasi családi ház udvaráról 15 baronfit vitt el. Az állatok egy részét a rendőrök megtalálták és visszaadták a sértetnek. Szintén felelnie kell azért a tettért, hogy egy másik helyi ingatlanból több mint 800 ezer forint értékben zsákmányolt különböző dolgokat. Volt köztük egy étkező asztal és négy szék, amiket a rendőrök megtaláltak és visszaadták a tulajdonosának. A két rendbeli lopás büntet, valamint lopásvétség miatt kihallgatott férfit a hatóság őrizetbe vette.